Tisztelettel köszöntöm fővédnökünket, dr. Lovrici Zoltán főbíró urat. Tisztelettel köszöntöm Zugman Tamás polgármester urat, aki megtisztelt mai napon minket, és Meyerheim Gestetner rabbi urat. Köszönjük szépen. Szép Paskesz urat, a Magyarországi Autonóm Izraelita Ügyvédség főtitkárát. Neki köszönhetjük, hogy az emléktábla egymással szinkronban három nyelven készült el, s mindannyiszor türelmes és készséges volt az aprólékos egyeztetések során. Köszöntöm tisztelten Bajka István urat, Erzsébetváros alpolgármesterét, akinek köszönjük ezévi figyelmességét, hogy a busz utasainak adományként kóser étkezést biztosított. Köszönjük, hogy eljött közül. Tisztelettel köszöntöm Tota Péter Joel rabbi urat, többször voltunk már egy rendezvényen, köszönöm, hogy eljött. Tisztelettel köszöntöm Zommer Katalin úrhölgyet, Wallenberg túlélő, nagyon köszönjük. Haraszti György professzor urat, Robert Péter urat, az Orzse docensét, Frojimovics Kinga úrhölgyet, a vízhelyzet kutatóját, Varga János atyát, a kollégium Pázmányom rektorát, köszönjük, hogy eljött hozzá. Villányi Tibor, a magyar tőmivelnökét és kedves feleségét, Judit asszony, Szabó Mennyi festőművésznő, Szűcs Béla Albert, Petőfi Díjas újságírója. Tiszteltel köszöntöm Deák Ernő főszerkesztőt a Bécsi Naplótól, Iréne Szuki asszony a Strasbourg című szerzőjét, emlékútjai inspirálóját. Köszöntöm továbbá Bernhard Blank urat, a Strasbourgi munkacsoport elnökét, és köszöntöm minden egyes résztvevőt. Köszöntöm a tisztelt sajtó megjelent képviselőit, végül itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Mordechai Hammer temetőigazgató úrnak és munkatársainak a segítséget, amit a hosszas előkészületekben nyújtottak számunkra. Köszönöm Katonai Kőfaragó mesternek, aki zokszó nélkül bírta a szövegegyeztetési nehézségeit, gondolok itt a hétemnyelvre. Fröli Katalon asszonynak köszönjük felajánlását, Kunos Péternek pedig a Mazsigisz hozzájárulását. És itt szeretnék köszönetet mondani hűséges munkatársamnak, Pázmán Lászlónak, és segítőimnek, Gránic Tamarának, Esvarga Andreának, Németh Györgynének és Halász Eszternek. Végül pedig köszönöm Péternek, Czakó Ignácnak, hogy a strasbourgi zarándoklat ügyét mindvégig felkarolva rendelkezésre bocsátotta a ehhez szükséges anyagi forrásokat. Tisztelt emlékező közösség! 2012. november végén Szita professzor beszélt nekem Iréne Szuki Bécsben frissen megjelent könyvéről, amelyben a strasbourgi deportációkról volt szó, és hogy ez a könyv nagy port vert fel. Felvettem Szuhival a kapcsolatot, és meghívtam Budapestre. Elmondta, hogy a könyve olyan ellenállásra ütközött, amit soha nem ütközött. Ellenmondásos dolog volt ez, mert hazánkat éppen ekkor érte több nem csak a támadás bécsi liberális körökből, többek között a történelmi bűnökkel való szembenézés elmondásaira. Azt hiszem, frappáns választ kaptunk. Alig fél év múlva, 2013. májusában indultunk először Strasbourgba, a külön vonatot a Katolikus Püspöki Konferencia titkára búcsúztatta, keleti pályaudvaron, a menetet dr. Lovrici Zoltán főbíró és Ilan Bong, akkor Izrael nagykövetkezett. A szervezés persze akkor sem ment könnyen, áttörve a közön jégig érő falát, lepillantva a hatalom és hat és pénz rideg törvényére, végtelen köröket futva az elutasítás, párítás, a nyílt ellenszem, a lesajnálás vagy a lapítás mókus kerekén, megküzdve a tudatlansággal és butasággal, sokszor úgy tűnt, fel kell adnunk. De mégis csináltuk, és elmentünk másodszor és harmadszor is Strasbourgba, és nagyszerű strasbourgiakkal is találkoztunk, akik önkénteseként dolgozták fel városon, addig titkolt történetben. A mi inspirációkra az ő szorgalmas munkájuk eredményeként már a Strasbourgi Múzeumban kis külön rész foglalkozik, Strasbourg már
II. világháborúban betöltött dicsőtelen szerepén. A tagadásból eljutottunk oda, hogy a magyar zenekarok megjelenésével Bernhard Blanc és Elszárt csapata új lökést kapott, és elérték, hogy a környékbeli iskolában egy-egy rendhagyó óra keretében a helyi fiatalok megismerkedjenek végre Strasshoff a harmadik birodalomban betöltött dicsőtelen logisztikai szerepével. Én szándékosan történelemről nem beszéltem, három szaktörténeti szovjetokéval. Negyedik alkalommal már Bécsig merészkedtünk a magyar kényszermunkások nyomait kutatva, egész nap mentünk. A Wiesenthal intézet két felkészült kutatója volt segítségünkre. És mivel, hogy mi történelmi emlékezetünket nem igazítjuk a múló politikai konjunktúrát és szellemi divatokhoz, így ellátogattunk a szovjet hősi emlékműhöz is. Tekintettel arra a Makacs történelmi tétre, hogy Bécsen a Vörös Hadsereg szabadította fel, méghozzá egy igen véres csatában. Tavaly zarándoklatoknak csupán egyik állomása volt a központi temető. Ahol látván a kopár néma tömegsírokat elhatároztuk, hogy emléktáblát helyezünk el, némileg törlesztve a nemzet adósságát, meggyilkolt honfitársaink és testvéreink felé. S most az Európai Holokauszt napján eljött a pillanat, hogy ezt megtegyük. Ezzel a szimbolikus tettünkkel egyszer s mint a magyar soát végre belehelyeztük abba az egyedül érvényes értelmezési keretbe, amiben ez valóságosan megtörtént. Az európai keretbe, a 20. század európai szövetébe. Bűnök határok nélkül. Igen, ez így történt. Néhány kivételtől eltekintve nem egyedül csekkentett egyetlen európai ország, egyetlen európai nép sem. Az európai zsidóság pokoljárásával viszonyítva Magyarországon a helyzet összehasonlíthatatlanul jobb volt egészen 1944 tavaszáig. Ám ez a történeti tény a világban semmire, de semmire nem ad felmentést. Az európai holokauszt napján jajszóval kiálltunk fel az elhibázott migráns politika és az Európán átsöprő új antiszemitizmus utótűzként terjed, való terjedése ellen. Mit tesztek? Mit tesztek? Mi lesz az európai népekkel, és mi lesz az európai zsidósággal? A brit és francia zsidók százával, ezrével adják el országaikat. Kelet- és közép-európai felelősség, és nagyon megint ez a felelősség, Európa következő évtizedeinkben. De mi most azért vagyunk itt, hogy az Európai Holokauszt napján a mi Strasshoffba deportált magyar honfitársainkat és testvéreinket megsírassuk. Valamennyi osztrák-römmel jeltelen sírokban nyugvó magyar kényszermunkást deportáltak, munkásszolgálatosokért vagyunk itt. Ő miatt köcsök ide, őértük szólok át, és még ha nem is mind a 6000-re lesz fekszik itt, a központi temető tömegsírói van. Föld, föld, ne feledek ki a lépőket. Nagy megjelenő számomra, és külön köszönöm neked, kedves Anna, hogy hívő keresztényként itt állhatok, és emlékezhetek azokra, akik Strasbourgba, illetve szerte a világban magyar polgárként pusztán azért, mert zsidónak születtek, mártír haláltak. Ezt a megfoghatatlan, értelmetlen és kegyetlen cselekedetet, amit egyszerűen csak holokausztnak nevezünk, az elmúlt évtizedekben a művészek, részben érintett művészek is megpróbálták leírni, megfogalmazni. Radnóti Miklós Töredékek című művében így fogalmaz, olykorban éltem én e földön, mikor az ember úgy elaljasul, hogy önként kéje ölt, nem csak parancsal. Joggal feltehetjük a kérdést, hogyan juthat
úgy hívják, hogyan jutott az emberiség oda, hogy ártatlan embereket megítéljen. Steven Spielberg világhírű Oscar-díjas filmje a Schindler listájának egyik fontos jelenete, amikor Ryan Wilson megkérdezi Ben Kingsley-től, hogy mit gondol a lágerparancsnokról. Mert ő azt hiszi, hogy ha nem lenne háború, akkor ő egy átlagos jó ember lenne. Gondolhatunk arra is, hogy Hugo Boss végeredményben csak egy csinos uniformist tervezett, amit az SS katonák viseltek, és amely félelmet és rettenetet keltett emberek millióiban. Vagy a Krupp művekre, amely acélállóval, hadfelszereléseivel lehetővé tette a kegyetlen háborút. És azt kell mondanunk, hogy ha visszatekintünk a Nürnbergbe, nem csak az a néhány gonosz nevű, aki ott ült, és még mellett elítélt társaink feleltek azért, hogy ez megtörténhetett, hanem nagyon sokan mások is. Itt vagyunk Bécsben, és emlékeztetnünk kell osztrák barátainkat, hogy ők gyakran szívesen mutatják be úgy Ausztriát, mint áldozatát a német törekvéseknek. Ne felejtsük el, hogy az Anschluss megelőzte egy népszavazás Ausztriában, amely korrektnek volt mondható, és csupán 2%, kevesebb, mint 2% mondott ellentétlen. Tudják meg, hogy ezzel minden eszközzel harcolni kell, és csak ezzel az erővel felvérdezve szállhatunk szemben a rosszal, és akkor az a mártírium, amely a Strasshoffi és a többi holokauszt áldozat mártíriuma volt, értelmet nyert. Köszönöm, hogy meghallgattam. Engedjék meg, hogy előjáróban átadjam az egyenülteknek dr. Beréni János rendkívül és meghatározó nagykövet úrnak a személyes üdvözletét, akinek a programja csak ma délelőtt, ma reggel tudott úgy alakulni, hogy végül nem tudott megjelenni terveivel ellentétben, ezért én köszöntetem Önöket ezen a helyen. Az emlékezetnek nem szabad véget érnie. Annak a jövendő generációkat is képessége kell intenie. Ezért is fontos, hogy az emlékezetnek megtaláljuk egy olyan formáját, amelyik a jövőben mutat. Ki kell fejeznie a szenvedés és a veszteség fölötti gyászunkat, az áldozatoknak emléket kell állítania, és mindenféle ismétlés veszélyének ellen kell állnia. Ez az idézet az egykori német államfő román herceg elnöktől származik. És engedjék meg, hogy ezt adjam Önöknek utravalóul nevezetőből az én saját szavaimhoz. Ezzel a mostani megemlékező rendezvényel mi mindannyian szeretnénk egy jelzést adni, egy jelzést arra, hogy valamennyien felejtés ellen vagyunk, és valamennyien az áldozatokra való mindenkori emlékezésnek a szolgálatában állunk. A most leletezett emléktábla az eddig elfeledett áldozatoknak kell, hogy emléket állítson, az ő emléküket kell, hogy ébren tartsa. Azt kell, hogy továbbadja, hírradja a világnak, hogy mi nem felejtünk, mert nem felejthetünk, nem szabad felejteni. Arra kell, hogy emlékeztessük a külvilágot, hogy mai időben, amikor újra sajátos módon megjelennek, vagy akár erősebb, valaha elfeledettnek gondolt szélsőséges eszmék és gondolatok, akkor különösen érdemnek kell lennünk. Így indul el ugyanis a romlásnak és a megsemmisülésnek az útja. Engedjék meg, hogy ezen a ponton idézzem Martin Niemöllernek, egy evangélikus német lelkésznek a szavait, aki így írt.
Amikor a nácik elvitték a kommunistákat, hallgattam, ugyanis nem voltam kommunista. Amikor elvitték a szakszervezetiseket, hallgattam, ugyanis nem voltam szakszervezetis. Amikor bezárták a szocialistákat, hallgattam, ugyanis nem voltam szocialista. Amikor gettóba zárták a zsidókat, hallgattam, mert hát nem voltam zsidó. Amikor engem elvittek, akkor már nem volt senki, aki tiltakozhatott volna. Hölgyeim és uraim, Magyarország kormánya 2 évvel ezelőtt betöltötte az International Holocaust Remembrance Alliance-nek, a Nemzetközi Holocaust Emlékszövetségnek az elnöki posztját. És olyan eredményeket ért el, amelyek azt hiszem, hogy most is ideidézendő. Körülbelül 1000 megközelítően nagyszámú rendezvénnyel a szövetségnek a láthatóságát, érzékelhetőségét jelentős részben erősítettük ember. Egy EU-beli jogszabálynak a módosításával elérjük azt, hogy a holokauszt történet kutatása könnyebb lehessen. Ezen kívül az elmúlt 15 év legnagyobb sikerét értünk el azzal, hogy 2 új tagot felvettünk a szövetségbe, akik megfigyelőként követik a szövetség munkáját. A holokauszt szövetségi mandátumunk véget ért, ez azonban nem jelenti azt, hogy a figyelmünk, az elkötelezettségünk, tevékenységünk ezzel befejeződött volna. Nem fejeződött be, ugyanis ez a tevékenység az örökké valóságnak van szentelve, mint ahogy minden, amit emberinek tekintünk. Minden, amit a holokauszt emlékezete érdekében teszünk, akár politikai, akár társadalmi, akár oktatási vagy kutatási tevékenység, mind emberi magában, munka és tevékenység formájában. Így lesz egyre erősebb és nagyobb a remény arra, hogy a végtelen fájdalmon és gyászon felül kerekedhetünk, és végső soron minden uraló élet tud felül kerekedni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ez minden ennek a járványnak a
csirája. Amikor a közönbeli járvány kezd tovább dombolni, akkor azt foglalt elő, hogy az embereket kényszermunkára viszik, és rabszolgára hajtanak. Nem is kell visszamenni a második világháborúba, hanem 25 évvel ezelőtt Jugoszláviában is történt ilyen dolog, amit csak egy pár kilométer volt a határban. Kérem, hogy ilyeneket ne engedjünk, és ne engedjünk a közönnek. Kis dolgokkal kezdődnek ilyen változások, de egyre nagyobb lesz, és utána nem lehet leállítani. Ha látom valamit, ami nem tetszik, ami rossz, azt nem kicsinyesnek nézünk, hanem valamit kell tenni. Fel kell szólalni. Most egy Nahamal Aldas Vidaholmas Réda Zolhevizákkal, most egy Nahamal oda Hildan Ibadizak, Frenkin és Pétos Historiker Rédővel, és most eigentlich eine ganze Vorbereitung sprechen, und zwar einen solchen im 21. Jahrhundert leider überall sichtbar ist. Und das ist das Desinteresse an anderen Menschen, anderen Völker, wenn wir schauen nach Afrika, wenn wir schauen nach Asien, wenn wir schauen nach Amerika, überall passieren Tragödien, wenn wir schauen auf einen Nachbarn oder wenn einer jemand auf der Straße schlägt, die Menschen gehen vorbei und kümmern sich nicht darum. Das ist eine Seuche, die, wenn man sie abstellt, Samen, die davon herunterfallen, werden eine immer größere Desinteresse. Wir werden an weiteren Tragödien vorbeigehen und nichts tun. Man muss diese Sachen, so man in Deutsch hat immer gesagt, das wäre der Anfänger, man muss das am Anfang abstellen und man darf das nicht zu einer Weltseuche verkommen lassen. Man wollte im Moment noch weiter starten, der Kirchenische Kommunemleitung durch bei den Kirchenischen Schemps. Az emlékezés, az emlékeztetés segít, ez egy ültünk van össze. Die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern, aber die Seuche können wir heute und in Zukunft damit, dass wir uns wehren, damit, dass wir dagegen angehen, können wir die Seuche vielleicht stoppen oder zumindest kleiner halten. Ma gyűjtjük össze, hogy emlékezzünk az itteni erzőszolgoknak, és itten lettek megvinkolva. De ugyanakkor állunk itten az összes többi 600 ezer magyar zsidók, és a 6 millió európai zsidók ér is, mert tegnap is volt a holokauszt, ma is itt vagyunk, úgyhogy emlékezni kell, tovább is kell adni az embernek azt, hogy a közök, a jövő generáció is mindig emlékezzenek, és tudjanak, hogy mi történik. Es sind jetzt zusammengekommen, um zu gedenken, aber wir denken nicht nur den Toten, die diese Toten hier liegen, sondern auch den 600.000 ungarischen Juden und den 6 Millionen europäischen Juden, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Wir gedenken und wir wollen auch nicht vergessen, was passiert ist, und wir sollten das auch in Zukunft weitergeben an unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder, damit sie das immer in den Gedanken haben. Mir wird Atmen und so gibt geschrieben, Rabbi Arak, Rabbi Stetzner, Rezerat, in Kessel, das ist nun meine Doktor, Petro Petrovic, akinek fáradhatatlan és eltűnt a
Wie lang der Tag uns ruhig war auf den jüdischen Blitz.
In the letzte Teil of Mendelstick in the gas cavern in Auschwitz-Birkenau invited. Zwischen sei euch hat meine Grausvater und meine Großmutter. Das Blutstimme, das Herr heraus in der Erde, schon über 70 Jahre, will nicht still bleiben. Er wird kein Mund nicht still bleiben. Wir kennen uns noch 30, noch mit dem, was wir werden weiter umgehen das jüdische Leben, in Form der jüdischen Gesetze, das bringt auf ein einiger Blick Glück. Wir sind sehr dankbar für die alle, die haben getan, in Tieren weiter zu erwechseln, am Moment, für die alle, die sind in Länder umgekommen. In einem extra Dank für die alle Gesammelten, das haben sich gestellt, respektive für die Heilige Leid. Ich will endigen mit der jüdischen Gebet. Sim Shalom, Toivu, Uvrochu, Chaim, Chaim, Vachesed, Verachamim. Aleinu war Kol Yisrael Amechu. Das meint, lieber jüdische Gott, gib bei uns Frieden. Gib bei uns Frieden, Gutsgeist, Gewächtheit im Leben. Für uns, für alle Jüden, für die ganze Welt. Amen, Amen. David király, a 26. Zsoltár azt mondja, ha a pápa halálé árnyékában járok is, nem félek, mert te velem vagy. Ez a tömegsír több ezer magyar áldozat helye. Asszonyok, gyerekek, férfiak, hogy azután, hogy elhúzott a otthonai portas kaszkóba, kegyetlen halálra. Ezek a mártirok azt a végső tiszteletet sem kapták meg, melyet minden embernek jár, hogy sírjukon ott álljon a nevünk. Erről a földről mondja azt a Tóra, testvéred vére kiállt hozzám a földből. A mártirok vére nem tud felszáradni. A vér maga kiállt hozzánk, mert vannak közöttük olyanok, akiknek senkiük sem marad, aki megemlékezne róluk, aki gyászolná őket, könnyet hullató utánuk, mert mindnyájuk a barátaikat és családjaikat kiírtották. A vérünk kiáll, ne felejtsétek el bennünket. Meséljétek el a következő generációknak, mit tettek velünk. A Föld elmeséli azt a gyönyörű életet, amelyet itt éltek. Mennyit tettek az országunk kultúrájáért, gazdaságáért, hogyan harcoltak válvetve Magyarország más polgáraival együtt, több mint ezer éven át. Mesélne a gyönyörű zsidó életről, hogy nem volt olyan város vagy falu, ahol ne lett volna templom, tanház, rabbi, sajke, mikve. Magyar Jesivá ezer és ezer tanítványaikkal a zsidó világ csúcsát, a zsidó világ dicsőségét jelentették szerte a világon. A Tóra világ legnagyobb bölcsei ezen a földön írták könyveiket. Mégis, amikor eljött a végzés, nem segített rajtuk, elhurcolták őket, gettóba zárták őket, majd halálbarakokkal elvitték őket. Egy részük éhség vagy betegség áldozata lett, egy részükre kiöntött vére vörösre festette a kék Dunát, százezreiket pedig gázkamrákba zártak, közöttük áldott emléki nagyszüleimet is. Vérük több mint 70 éve kiállt a földből, nem fog és nem fog elhallgatni az idők végezetéig. Mi csak úgy vigasztalódhatunk, ha folytatjuk tovább, azt a utat, hogy ők jártak, a zsidó utat, a Tóra útját, a Tóra törvényeit, amely örök boldogságot hoz. Köszönet illeti mindazokat, akik tettek azért, hogy emléktáblára kerüljön erre a tömegsírra, és köszönet mindjájuknak, akik eljöttek,
tiszteletet adjon emlékünknek. Beszédemet a zsidó főima utolsó áldásával zárom, az örökkévaló adjon nekünk életet, jót, békét, nekünk, zsidó népnek, az egész világon. Tisztelt elnökasszony, tisztelt elnök úr, tisztelt főbíró úr, tisztelt rabbi urak, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt megemlékezők! Nagy megtiszteltetés, de egyúttal szomorúsággal teli megtiszteltetés is számomra, hogy önökkel együtt emlékeztetek. A fájdalom, amit érzünk, amit közösen érzünk, szinte elmondhatatlan. Hiszen sok millió köztük több mint 600 ezer magyar zsidó honfitársunk emléke előtt hajtunk most kegyelettel fejbe. Emlékezünk és fejet hajtunk, miközben a holokausztra nem lehet elég mély érzésekkel emlékezni. Érzem, hogy minden szándékunk ellenére mennyire üres sokszor néha minden kimondott szó, hiszen egyetlen embert sem hozhatunk vissza szavakkal, egyetlen egy bűn és esemény sem fordíthatunk vissza által. Márai Sándor azt írja, a hallgatás, amellyel a halottak sírja előtt állunk, elintéz valamit, amit az élők minden szókincsükkel sem tudnak soha elintézni. Tudom, hogy bár az ártatlanok életét nem vagyunk képesek visszaadni, és a fájdalmat sem vagyunk képesek enyhíteni, az őszinte megemlékezés mégis jobbá tesz minket, és reménnyel tölti el mindannyiunk szívét. A múltra nem az önkínzás és még kevésbé a bosszú kedvéért kell emlékeznünk, hanem azért, hogy ami volt, azt soha se engedjük megismétlődni. A múlt tudatosítása, az arra való emlékezés nem csak politikai, erkölcsi kötelességünk, hanem a jövő érdekében végzett lelkiismereti és tényleges kötelességes munka is. Hiszem, hogy ez a mai nap és ilyen, és a megemlékezés és a jövőt szolgálja. A tragédia, amelyre most emlékezünk, a holokauszt emléke arra tanít minket, hogy minden korban és időben épjünk fel a kirekesztés és az idegen gyűlölet bármilyen megnyilvánulási formájára. Ebben nem ismerhetünk alkot. Felelősségünk, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a múlt szörnyűségeit, hiszen csak így tudják majd felismerni, és az igazságosság és az emberiesség értékei alapján szembeszállni a gonoszságot. A háború és a holokauszt áldozatai valamennyien nem csak a családjainknak jelentenek pótolhatatlan veszteséget, hanem a nemzetnek is. Az áldozatokon felül, ugyanis a borzalmak elől számtalan magyar kényszerült emigráció. Magyar tudomány, irodalmi és sportélet nagyjai hagyták el ezt az országot, ezzel pedig vitathatatlanul szegényebbé vált a magyar nemzet is. És ki tudja, kik válhattak volna abból a több százezer, több millió emberből, akiknek nem sikerült időben elmenekülni. Ki tudhatja ezt? Ezért az erős közösségeknek sohasem szabad felejteni. Életerős közösségek akarnak és mernek emlékezni arra is, amire nehéz, arra is, amire hosszú évtizedek után is fáj, és arra is, amire emberi ésszel nincsen magyarázat. Sohasem feledhetjük ezt a vészkorszakot, mert velünk történt. Egyszerre voltunk áldozatai, és sajnos elkövető is ennek a tragédiának. Ezért él és dolgozunk bennünk, dolgozik bennünk mind a mai napon. A holokauszt zsidó honfitársaink elpusztítása a múltunk része.
a mi tragédiánk, mert áldozatai voltunk és vagyunk ma is. A holokauszt minden tizedik Auschwitz-Birkenau táborának pedig minden harmadik áldozata magyar állampolgár volt. A mieinket hitték el. Közülük szakítottak ki becsületes, rendes embereket, akiknek Magyarország volt a haza és az otthon. Azokat hitték el, akik ennek az országnak a javát keresték, azt nézték, azt építették. Élő, érző lelkeket szakítottak ki közülük. Azokat, akikkel nap mint nap találkoztunk, akikkel az udvaron együtt játszottunk, akiktől a boltban vásároltunk, ártatlan férfiakat, nőket és gyermekeket ettek bűnbakká és öltek meg. Akikkel az egyik nap még köszöntünk egymásnak, azok a másnap már nem léteztek. Porrá és kamuvá láttak. Nekünk nemzeti tragédiánk a holokauszt. Mi mindnyájan áldozatai vagyunk a holokausztnak, ezért is szívből jövő kötelességünk, hogy emlékezzünk és emlékeztessünk. 1944 tragédiájának a megértéséhez önmagunkkal is szembe kell nézni. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a végső megoldás kikényszerítése a német megszálló földbogi terve volt. Bármi nehéz és fájdalmas, ki kell mondani, hogy az akkori magyar állam nem szegült szembe ezzel az akarattal, sőt annak kiszolgálójával. Az 1944. március 19-én megszállt Magyarország nem védte meg polgárait, nem jelent sem mentséget, sem magyarázatot, hogy ez Európa sok más országában is így történt. A holokauszt, a mi tragédiánk, és sajnos ahol a mi bűnünk is, nem feledhetjük, ahogy egy idézet is figyelmeztet a Dachaui koncentrációs tábor bejáratánál. Akik elfeledkeznek a múltról, arra vannak ítéltetve, hogy megismételjék azt. Magyarországon és szerte Európában sokan vannak, akik nem feledkeznek. Ők azok, akik megőrzik az emlékét az elmúlt szoltaknak, és tisztelettel adóznak az áldozatok előtt. Mindezt nem bűntudatból teszik, hanem azért, hogy a történelem ne menjen feledésbe, és hogy orvosolják az igazságtalanságot. Sajnos a múltat megváltoztatni nem tudjuk, a jövőt viszont tudjuk alakítani. Ezért az utánunk jövő nemzedékeket meg kell tanítanunk valamire, ami nélkül nem létezhet ember méltó civilizáció. Gyermekeinket, unokáinkat meg kell tanítanunk arra, hogy az alapvető emberi értékek védelmében mindig és minden körülmények között fel kell emelni a szavunkat. Meg kell tanítanunk arra is, hogy mindez szükséges, de nem elég. Mert tennünk is kell az elnyomás, az embertelenség és a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, megalázása ellen. Keserű múltunkból okulva a leghatározottabban fel kell lépnünk az antiszemitizmus, az idegengyűlölet és az intolerancia minden megnyilvánulása ellen. Tudom, hogy a politika kompromisszumok művészete is, van, amiben nem ismerünk alkot. Van, ahol nincs kompromisszum. Nem ismerünk alkot, közösségeink, embertársaink, konfitársaink jogainak védelmében. Nem ismerünk alkot az elnyomás elleni küzdelemben, és nem ismerünk alkot a hátrányos megkülönböztetés elkülönböztetésében. Ezért emberi és politikai kötelességünk is, hogy felszólítsunk minden ember, hogy ítélje el a vallás és a faj gyűlölet mindenfajta megnyilvánulását. Ezért a gyász és a kegyelet érzése mellett éberséget is kell tanúsítanunk, nem engedhetjük meg, hogy egyetlen vallásunk vagy más közösségünket akár csak verbális erőszak vagy fenyegetés érje. Nem engedhetünk abból az emberi parancsból, hogy a jövő nemzedékek biztonságban, emberségben és félelem nélkül élhessenek, és egy igazi, jobb világban bontakoztathassák ki képességeiket. Bárcsak soha nem történt volna meg. Bárcsak élhettek volna ők is teljes életet. Sajnos megtörtént, meghaltak. Itt fekszenek tőlünk most is, néhány száz méterre. Ezért kell emlékeznünk újra és újra,
hogy a kult szörnyűsége soha többé ne ismétlődjék meg. Ez az emberi parancs, ez az isteni parancs számunkra, én hiszek bennem. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Tegnap délelőtt a zsinagógákban elhangzott heti szakasz, az nagyon fontos és fontos üzenete volt, nem csak a zsidó népnek, hanem mindenki számára, hiszen a tegnapi heti szakaszban a zsidó nép átkelt a tengeren, és az ő üldöző egyiptomiakra rázárult a tenger, és az üldözőik elpusztult. A túlparton azonban rögtön a menet seregei várták őket, és hatalmas küzdelemben akkor a zsidóknak sikerült legyőzni ezeket a seregeket. Ugyanabban a figyelmeztetéssel zárul a heti szakasz, hogy ezt a küzdelmet nemzedékről nemzedékre Izrael népének meg kell vívnia. Kicsit több mint 70 évvel ezelőtt úgy tűnik, hogy Mózes kezét nem emelték meg az angyalok, és amellett seregei győzedelmeskedtek, amelynek 6 millió zsidó áldozata volt. Ez a küzdelem, ami akkor legyőzött minket, egy percet sem szabad elfelejteni, nem szabad azt a sok százezer embert elfelejteni, akik jelenetlen síromban nyugszanak, és nem szabad azt az első és második generációt elfelejteni, amelyeknek mi is tagjai vagyunk, én is tagjai vagyok, hiszen édesanyám holokauszt túlélő, és akik tömegsírról tömegsírra bolyongunk, és minden tömegsírra azt gondoljuk, hogy itt fekszik a nagyapám, itt fekszenek nagyapámnak a testvérei, és itt fekszik az a sok tucat családta, akinek a sírjait a mai napig nem ismerünk. Mint ahogy innen nem messze Kőszegen, mint ahogy a Tiszaparton, mint ahogy Kisvárdán, és Magyarország számos helyén még mindig ott vannak a jelöletlen tömegsírok, ahol nagyapáink, nagynénéink, szüleink, unokatestvérei nyugszanak. Nagyon fontos munkába kezdtek annáig, amikor ezt a zarándokatot megkezdték, és örök köszönet nekik ezért az áldásos munkáért. És reméljük, hogy ezt a munkát tovább fogjuk tudni végezni, hiszen bizodalmunk szerint a holokauszt 75. évfordulójára 2019-re a magyarországi tömegsírok helyén emlékparkokat tudunk létrehozni azoknak a meggyilkolt rokonainknak az emlékére, akit soha nem ismertünk meg, ismerhettünk meg, és soha nem tudhatjuk, hogy pontosan hol is nyugszanak. Nagyon remélem, hogy ebben a cselekedettel méltó emléket tudunk állítani nem csak azoknak a meggyilkolt rokonoknak és lelkünknek, hanem a még élő túlélőknek, és azoknak a generációknak, akik utána jöttünk, és a nyughatatlanság nem kisebb bennünk, mint a túlélőkben, hiszen tudni akarjuk, hogy mi történt, és tudni akarjuk, hogy hol nyugszanak nagyszüleink. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Most pedig három szaktörténész következik, akik arról fognak beszélni nekünk, hogy pontosan mi is történt itt Strasbourgban, Bécsben és Bécs környékén. Kérem, ne a számmisztikára figyeljenek, hanem a lényegre, amit el fognak mondani, hiszen a mai napon nem tudjuk pontosan, hogy Ausztria földjében hány magyar honfitársa, hány magyar testvérünk fekszik. Kérem tisztelettel, hogy dr. professzor Haraszti György, itt van? Igen. Ez jó, akkor fáradjunk, és
kezd, ugye itt beszélték meg a szaktörténészek egymás között, ugye? A professzor kezdő tanulmányok. Akkor Robert Péter kezd. Én is egyetemi ember vagyok, úgyhogy maximálisan rugalmas vagyok ilyesmiben. Tehát Robert Péter az Orsett docense kezd, majd a professzor és Froimovics Kikla, Vizentár Intézet tudományos munkatársa fogja elmondani, hogy itt konkrétan mi történt, és itt kik és hogyan kerültek ezek a sorok. Köszönöm. Tisztelt emlékezők, hölgyeim, uraim, nem véletlen, hogy ez a kis csere és ez a váltás most itt önök előtt megtörtént, ugyanis amiről a következő beszédek és a megemlékezés reményták megtörni, az a Bécsbe deportált magyar zsidók sorsáról volt, és ugye az, hogy egyáltalán Bécsbe kerültek, és az a szöveg, annak például a szót sem nagyon ismerték, hogy deportálás, megvalósulhatok, de erről szeretnék egy hét szólni, mert tárgyak közöttük vannak. Amikor a holokausztában az antiszemitizmusnak a tetleges megnyilása, a gyilkolás megkezdődött egyben egy tömegkivégzéseken Ukrajnában, aztán folytatódott egész Európában, ugye a koncentrációs táborokkal, a szörnyű tervnek a megvalósításával, annak a magyar zsidóság teljes egészében még nem került bele, bár 50 ezer halálos áldozat már volt a németekre vonatkozott elő, munkaszolgálatosok, a állampolgárságot nem tisztázott közül, kiszolgálatot és kapcsolatot nagyon 16-18 ezer ember. Ugye az újvidéki mészállás, ugye hát ezek azért jelezték, hogy Magyarországon is megtörténhet az, de hát a magyar zsidóság a végé állnak, aludta, nem kért ezekre a szörnyű kényszerítésekre, amiket pedig a Ukrajnában, Oroszországban kinyárt munkaszolgálatosok és katonák már beszéltek. Sikerült az, ami más országokban történt, Európában, Magyarországon, amit föntartanak, elhalasztani. De 44 márciusában, ugye a német megszállás után, itt is megkezdődött nagyon rövid idő, 19. évtek, a németek 26-án már jelentek, a rendeletek megjelentek, amelyek egy hete, hét múlva már életre léptek, és ezek már a sárga csillaggal, a lakhely korlátozással, az utazás megtiltásával, hát gyakorlatilag mint a deportálást szolgálták, hogy a zsidók együtt legyenek, és hát könnyen hozzáférhetőek legyenek, el lehessen utolni. Hát meg is történt ugye a vidéki zsidóság deportálása, miután eljön a maga 150-200 fős tárgyával, hát ez nem volt ehhez elég. Sajnos a magyar csendőrség erre nagyon készséges és nagyon hajlandó volt. A csendőröknek a durvasága, erőszakossága, rablása, ez ilyenre nincsen hely és idő, de mindenki tudja, hogy ez hogyan történt. Minden esetben megkeverték a csendőröket, tehát lehetőleg másik helyiségbe mentek, ne a saját ismerőségeket deportálják, hogy rámadós esetek legyenek. 437 ezer zsidót deportáltak, és ebből 17 ezer került ugye Ausztriába. Most ez is egy hosszabb történet, hogy hogyan, mert tulajdonképpen Eichmann tett egy ajánlatot, hogy a 1 millió zsidót 10 ezer teherautóért, annyit, ami elkérdek a teherautót, ugye hajlandó lett volna kiszolgáltatni, és folytak is a tárgyalások, de ezt a szövetségesek, angolok, amerikaiak megakadályozták, mondta, hogy a teherautókban katonákat meg hadi anyagot lehet szállítani, és szóval se lehet róla, hogy hát ilyen egyetlen megszülesik, a gyűlökben érdekelték őket. Úgyhogy, na most amikor ez a tárgyalás folyt, akkor még a ügyelt jogakarata jeléül beleegyezett abban, hogy a zsidók, hogy bizonyos zsidó szállítmányok, tehát egyes transportok, illetve előfordult volt olyan, hogy a vasúta a transportból, a szerelésorból voltak vagonok, amelyek ide jöttek Ausztriába, és voltak, hogy Ausztriába, ugye? Tehát, hogy azok hát ide kerülhessenek, ahol mégis az esély meg volt rá, hogy a gyerekek illetve valamit, és hát már valóban munkára használják őket. Úgyhogy erre, tehát ez annak a része, hogy egyáltalán ide zsidók kerültek annak idején. De a deportálás ugye nagyon rövid, Európában rekordidorat lezajlott, az hogy már napot a vidéki zsidóságot deportálták. Ugye a budapestieket nem deportálták, mert akkor már ugye ismertek voltak a partraszállás, meg hát a
körülmények, hogy a kedve részt vesznek, azok a háború különösképp mondják, tekintet gondják át a felelősségre, és ahol a csendőrök már följöttek, azokat hát ott így visszazavarta, és az esztergomi páncélok bandát is lehoztak, hogy a kastolosok meg szépen minden vonultak haza, és a budapesti zsidóság mind nézett ki, hogy megmenekült. Tehát ez még ideiglenes volt, mert a hatalom átvétel után gyalogmenetbe a Dobudai téglagyáról tömegeket indítottak ugye a Hongáriában. Ezek egy része tényleg hát kerül végben ilyen helyzet, de nagyobb részük ugye a bizonyos ilyen védőfalra, délkeleti védőfalra, ami hát a szovjet hadsereg ellen tankerhárgó árkokkal, meg ilyesmikkel volt kivakva, hogy hát megállapítsa a szovjet előrejutást. Úgyhogy végső soron az Auschwitzba került szerencsétlen zsidó testvéreinkből, azoknak a 40-es nyarán, akik hazajöttek, az a statisztika szerint 15%-ának megmaradt életben. A Ausztriába is végbe kerültek, én azért valamiben jobb volt a lány, tehát itt is rengeteget szenvedtek, rengeteget meghaltak. Ő rájuk fogunk emlékezni most az emléktáblánál, és a következő megadást, az itteni sajátságos sorsunkról szól. Meg kell jegyezni, hogy itt végbe vagyunk, hogy a lakosság egy része nagyon rendesebben viszonyult hozzájuk, volt a Gyilkos utcát is neveztek el azóta, mert segítette a 10 különböző gyárakra és különböző helyen nagyon rossz sorban dolgozó deportáltakat. Meg kell mondani, hogy mondjuk ilyen nagy arányú segítőkészsége sajnos Magyarországon olyannak kérde nem volt, de nálunk is nagyon sokan ezért ezt megtették, és ők a mi tiszteletünket és a hálánkat mondják. Köszönöm. 1944. június 7-én az a tárgyalás, hogy az előző előadásokban hallottam, és ugyanazt során 1 millió zsidót ajánlottak föl a Vianamért németek, ez nem volt egy fontos tárgyalás, lényegében a nyugati szövetségeseket és az orvosokat akarták összeugrasztani, ami azt is ígérték, azokat a teherautók, a tisztelt teherautók, amit az egyébként zsidó illetőnek meghívulésükért ajánlott, kérnek a németek, ezt csak a keleti fronton fogják bevetni, de ennek a tárgyalásnak az eredményeképpen, ahol úgy mondjam, egy van, és a tárgyalókat terjedő, hogy a cionistákat, a kormányokat és használatot vezetett, kölcsönösen olyan ígéreteket tettek, amiket nem gondoltak komolyan, hogy hátsó szándékkal tettek, de végül is ez körülbelül 16 ezer magyar zsidó életét a megkülönését eredményezte. 5 millió svájci frankért a német kultúrban szövetségek között egy felajánlott 30 ezer zsidó, 15 ezer vidéki és 15 ezer fővárosi, nem Auschwitz-Birkenauból deportálva, hanem családosan Ausztriába, ahol mindig az volt az ígéretben dolgozni kell, de hát mondjuk, hogy Auschwitz-Birkenauban nem erről szólt a történet, Ausztriában viszont élelésen az idekerült zsidóknak több mint 80%-a életben maradt, ezt pont a fordítottja az Auschwitz-Birkenau aránynak, ott a deportáltak 80%-át megváltoztatották, konkrétban a Strasbourgiak közül 45 februárjától több százal, hanem több ezeren gyilkoltak le Ausztriában, részben a helyi lakosság, részben a helyi fogadóan SS, Hitlerjugendnek a tagjai, Szentpöltenben 200, úgynevezett Strasbourgiak a tömegsége tartalmazott a Szentpöltenben felemülőben, más településeket is történtek a taszítások. Jól tudjuk, hogy ugye Robonson, a hármat utolsó napjaiból kiszállítottak a szolgálatosokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az Ausztria csak a pozitívum, de az a kép, hogy itt az embereket eleve nem szelektál. 1944. június 7-én 15.11. Magyarországon deportált csoportot vettek kívántalmányba, részt követően a Magyarországon.
négy magyar legyen. 564 folyamat, 6641 Debrecenből, 5239 Szegedből, és 2269 Szolnokból. Strasbourgban valóságos lakosokat kiasználni 1944 nyarán, az ausztriai gyárak, mezőgazdaság üzemek, birtokok, városi szolgáltatók, de családi vállalkozások is kölcsön összetek volna két szemben. A deportálók többnyire anyák gyermekeikkel és a nagyszülőkkel, mivel a munkaképes férfiakat már korábban elhagyta a magyarországot a szolgálatra. Bécsben és alsó hozzájában végeztek kényszerbetyák, a legkülönbözőbb. A Bécsben dolgozó család a fegyverbiak nevezett Moldán gyerekben, azaz a város szolgálatban a nevű középületekben, jellemző iskolában a pillanatok táborban lakott, és onnan járt ki dolgozni. 1944 nyarán 35-40 bős, 10-14 éves gyerekek a város speciális csoport dolgozott Bécs központi temetőjében, a centrális csoportban. A gyerekeket egy a bezmánok melletti Molnárjáról a 15. kerületi átkegyezi kiderőszámban található iskolába vitték, Gondelvágyamén, az Uralok magalokon, villamosra, minden nap a temetőben. A gyerekek a temető nem tudó részében dolgoztak, többnyire kertészkedtek, bozótot vágtak, a mesztények rakva az első kesztenyéket és falazsokat szedték össze. Egyeseknek ugyanakkor speciális feladatot is jutottak. Az 1935-ös születési Boronis Tibornak például a sírokán megbűző gyertyákat kellett a temetőben az láthatató gyermeket a tanányolatban élni. Az igen vallásos Tibor az eloltott gyertyákat összegyűjtötte, új gyertyát adott belőle, és a Kornágerben nőttek akkor, hogy azok csak a gyertyákat vesszük. A temető halott hamasztójában dolgoztak gyerekek, ők tették be a holtesteket a véget a temetőben. Az egyik ilyen holtomasztó az 1944-ben 12 éves Szilva Sikman volt, akinek egész életében visszatértek rémálmában, a hamasztás során az emelkedő gyakorlatilag fenyő holtest. A holtomasztás mellett a csoportban dolgozó gyerekek talán legkegyetlenebb munkája a tömeg sírok eltöltése volt. Vég szinte állandó bombázása miatt 1944-ben a városban rengeteg holt volt. A romokolók visszatett holtesteket, szintén a Bécsben dolgozó magyarországi zsidók tették. Nagy teherhalmokon szállították nap mint nap a temetőbe, ahol előre kiesküdtek a temetőket. A gyerekek nem a temetők sok részében dolgoztak, de csak azok mentek, akiknek valaki a meghalt az elfoglalás során. Wolf Pávlőről abból tudta meg, hogy a központi temetőnek zsidó része is van, amikor a nagyhomája meghalt egy táborban, a Bécset érő állandó légitámadások persze a holnágereket sem kimérték. 44. november 6-án például a bombatalálatot kapott a 10. kerület Lajstrasszák 64. műtőtávon. A helyszínre érkeződött a Remény Dumma, a Bécsi Kormányzat sebészigazgató orvosa, a háború után a következőképpen számolt az eseményekről. A fellel robbant bombák miatt csak kerültem tudtam a baleset helyszínére menni. Egy barakban egy csomó embert találtam, egy részük már nehezen volt. Vérrel borított testrészek, karok és lábak halottak és súlyos sérültek remegnek mindenfelé. Egy egész napot eltűri ezt az ember valamit a mi kormányunkban, és az őnek minden sütállóan. A bombatalált egyik túlélője az 1944-ben 10 éves Debreceni születési Gyuri Miklós, a következőképpen számolta az átjátékot. A mi barakunkban is esett egy bombába. Emlékszem, berepültem az ágyamba. Anyám és a testvérem valaha máshol voltak, én ebben a barátom voltam. A légi támadásban meghaltak a barátaim szülei, de más barátaim is. A Bécsi Zsidó Hitközség levéltárában megmaradt kórházi tartalékunk szerint csak ennek az egy bomba támadásnak az áldozatai 55 támadtak meg körülbelül a Bécsi kórházakban, köztük 5-6 éves nők fiatal gyerekek, és már a deportálás során Bécsben született csecsemők. Sokan ugyanakkor már a helyszínen meghaltak, maradványaikat a Bécsi Zsidó kórházban, vagy az 1944 negyedik során Bécsben és környékén dolgozó magyarországi zsidóknél szerintások, valamint még Strasbourgban vártak közül, mint egy 200 ide a Bécsi Centrál Prítom Bécsi parcellájában Bécsi Centrál Prítom zsidó parcellájában jelentett. Legyen elfogadható az életet.
Üdvözlöm a megjelenteket. 79 éves vagyok, és egyike azoknak a holokausztot túlélt gyerekeknek, akik Raoul Wallenbergnek köszönhetik az életüket. Azt, hogy nem a jeges Dunába lőtték őket. De nem magamról akarok beszélni. Itt és most arra a 6000 munkaszolgálatos zsidó férfire emlékezünk, közöttük az én édesapámra, akik jeltelen tömegsírokba fekszenek, itt Ausztriába, és ki tudja még hol. Apu 1901-ben született, és 1940-ben hívták be először a magyar királyi 208/7-es tábori munkás századhoz, a lapátos hadseregbe, ahogy azt maguk között akkoriban hívták. Az én textiltechnikusi végzettségű édesapám nem erre az életre készült. Otthon hagyta a szép fiatal feleségét, az édesanyámat, két kicsi gyerekét, az öcsémet és engem, idős szüleit, akiket szintén ő segített anyagilag. Időnként hazaengedték őket szabadságra, de erről csak halvány emlékeim vannak. Egy pár levél és levelezőlap, ami megmaradt utána. Azokból tudom, hogy földmunkákat végeztek, de nem panaszkodtak. Igaz, nem is lehetett, mert cenzúrázták a leveleket, és persze nem akarták szomorítani az otthon maradottakat. Az utolsó leveleket 1944. novemberébe küldték, utána már semmi. Bevagonírozták a századot, és a bajorországi Flossenbürgbe vitték őket, ahol vasúti sineket építettek. Az apunak lefagyott a keze, nem tudott dolgozni, és ezért egy SS-őr agyonverte. Ezt egy túlélő bajtársa mesélte el az anyunak, amikor hazajött. Ott fekszik egy jeltelen sírba, nem is tudom, hogy hol, névtelen bajtársaival együtt. Emlékeznünk kell rá, és arra a sok munkaszolgálatosra, akik itt, vagy bárhol az orosz aktamezőkön, vagy akiket útközben azért lőttek agyon, mert már elcsigázva nem tudtam tovább menni. Tudom, folynak kutatások a nevek után, hogy az életük ne nyomtalanul múljon el. Álmaik, vágyaik, családjuk volt, szüleik, gyerekeik. Szerelmesek voltak, és egy szép, tartalmas életre készültek, amit egy őrült ember borzalmas terve keresztbe tört. Kevesen élték túl, és jöttek haza közülük. Akik hazajöttek, azok is már nagyon sokan nincsenek közöttünk. De amíg éltek, mindent megtettek, hogy elpusztított bajtársaik emléke megmaradjon. Most már nekünk, a holokausztot túlélt gyerekeknek kötelességünk a lángot tovább vinni. És majd az utánunk jövőknek, akiknek már nincsenek személyes emlékeik, az ő feladatuk lesz emlékeztetni. Mert soha nem szabad megengedni, hogy ez a szörnyűség még egyszer megtörténjen. Hajtsunk fejet azok előtt, akik emlékére ezt a táblát most felavatjuk. Én is egy kicsit visszanyúlnék a tegnapi heti szakaszhoz, amit felolvastunk a Beshalach, és ott elhangzott a zsidóság egyik legfontosabb imája, az Ozjasil Moshe, az, amikor Mózesnek a győzelmi éneke a nagy tengernél, a vörös tengernél. Olvastam ezzel kapcsolatban egy történetet, ami arról szólt, hogy volt egy rabbi és egy tanítványa, akik elindultak a király felé, mert a király kiadott egy végzést arra, hogy a zsidókat megint csak el kell pusztítani. És elindultak a királyhoz, hogy megváltoztassák ezt a döntését. És eljutottak a Dunához, január volt, zajlott a Duna, minden jég hideg, mint talán egy kicsit most, és beültek a hajóba, és elindultak az egyik partról a másik partra. És közben az emberek ott álltak a parton, és nézték,
ezt a rabbit és a tanítványát, hogy ott abban a csónakban hogyan vergődnek és hogyan fognak belemenni a halálba. És végig ez a rabbi semmi más nem mondott, és a tanítványa, hogy Ázia Sérmajse csak ezt ismételgette, hogy hogyan és miként vezette át az örökkéval ezt a győzelmi éneket mondta végig. És aztán az a történet vége, hogy átjutnak és eljut a királyhoz ez a sztori, ez a történet, hogy mi történt, és megváltoztatja a végzést. Sajnos a mi esetünkben, amiről most mi emlékezünk, ott számtalan több százezer zsidó honfitársunkat gyilkolták és ölték meg. És azokból a sok százezer, sok millióból nagyon sokan mondták az örökkévaló felé ezt az imát. És az én meggyőződésem az, hogy ők is átkerültek arra az oldalra, ahol az örökkévaló várta őket. És a méltó jutalmat meg is kapták ott, és ott vannak most is, és arra emlékezünk mi itt minden évben és minden alkalommal, hogy a mi szeretett zsidó testvéreink, akik nem lehetnek közöttünk, mert elsodorta őket a történelem legkegyetlenebb időszaka, azok mégis odaátról segítenek bennünket, és hallgatják az imáinkat, és viszik föl a Jóisten elé, hogy mi a mi nehézségeinkben, a mi életünkben tudjunk közelebb és közelebb jutni hozzá. Ezt kívántam elmondani, és most pedig elmondanám a zsoltárt, ami a Sivisi, ami arról szól, hogy azt mondja a zsoltár, hogy az örökkévalót mindig a szemem előtt tartom, soha nem veszítem el, mert ő mindig itt van az én jobbomon, és nem tántorgok meg, mert nem hagyja, hogy a lelkem az a sötétségbe szálljon. Sivisi adoi noi le negdi szomit, ki mimi bal emoj, לכן סומך ליבי ויוגר כבוידי אף בסורי. Felkérem önöket, hogy a tiszteletköveit helyezzék el az emléktáblára.